Köszöntöm az útra való kedves nézőit. Újévi üzenetként hallgassuk meg Ézsaiás próféta könyvéből az 52. rész 12-es versét. Így szól. De nem kell sietve vonulnotok, nem kell futva mennetek, mert az Úr jár előttetek, Izrael Istene lesz mögöttetek is. Az új év első napjaiban hallott ige fontos számunkra, és alkalmas arra, hogy ne csak az új év első napjaira, hanem az egész új esztendőre szóló bátorítás és üzenet legyen számunkra. Bizonytalanságokkal és válságokkal tele világunkban jól esik hallani az Isten emberének, a prófétának eme szavait. Egy teljesen ismeretlen jövőt rejtő esztendő a bizonytalanság és a félelem érzését kelti bennünk. Az elmúlt évek váratlan természeti katasztrófái, a szűni nem akaró gazdasági válság, az erőszakosságok és a háborúk hírei mind-mind arra késztetnek bennünket, hogy most az év kezdetén belekapaszkodjunk az Isten ígéreteibe. Azt mondja itt nekünk az Isten, hogy ő előttünk jár, és mögöttünk védelméről biztosít bennünket. Jó tudni és megerősödni abban a hitben, hogy Isten az, aki a kezében tartja a világnak a kormányát, és ő a mi szerető édesatyánk, aki külön-külön, egyen-egyenként ismer és szeret mindannyiunkat. Isten arról biztosít itt most bennünket az igén keresztül, hogy ő ebben az évben is vezet bennünket, és védelmére számíthatunk. Ugyanakkor nagy titok és fontos kérdés az, hogy hogyan ismerhetjük meg az ő akaratát, hogyan ismerhetjük fel az ő vezetését. Minden nap életünkben ezernyi apró, kisebb, nagyobb döntést kell meghoznunk. Hogyan tudjuk megérteni, hogy Isten hogyan vezet ezekben a kérdésekben? Az ígéret ugyanis arról szól, hogy nekünk keresni kell, kutatni kell az Isten akaratát, és hogyha ezt megértettük, akkor utána bírjuk az Isten áldásait. Ezeket naponta keresnünk kell, kutatnunk kell, és hogyha ezeket megértjük, akkor engedelmeskedve megtapasztaljuk mindazt, amit Isten elkészített a mi számunkra. Az idő múlása az ezzel együtt a mi emberi létünk múlandóságát is jelzi. Egy évvel már többet írunk. Ugyanakkor beszél az Isten szeretetéről is, hogy megértük ezt az időt, és ő elkészített újabb áldásokat a mi számunkra. És lehetőséget kaptunk arra, hogy amit eddig rosszul csináltunk, azt most ki tudjuk javítani, és jól csináljuk ezután. És ehhez nyújt segítséget Istennek az igéjéből a próféta. Isten felette áll az időnek. Az ő gondviselő szeretete mégis ránk ragyog emberekre, és így bírhatjuk az ő áldását és vezetését. Egy fontos újévi tanácsot ad nekünk Isten ebből az ígéből. A tanács az, hogy ne siessünk, és ne fussunk, inkább csendben álljunk meg, vegyük észre, hogy ő előttünk jár, és hátulról is védelmet biztosít számunkra. Rohanó és bajokkal tele világban éljük az életünket. Tele vagyunk feladatokkal, tele vagyunk programokkal, a gondokkal és megoldhatatlannak tűnő problémákkal. Ezek űznek és hajszolnak mindannyiunkat. Gyakran halljuk és mondjuk azt mi magunk is, hogy nincs időm, nincs időm. Talán tudjuk, hogy ilyenkor jó volna megállni egy kicsit és elcsendesedni. A Biblia olvasása során keresni az Istennek az akaratát, az Istennek a vezetését, az ő közelségét. De az elintézetlen ügyek,
a konfliktusok, a rohanásra, sürgetésre váró feladatok, problémák mindig megterhelnek bennünket, és olykor ez álmatlan éjszakákhoz is vezet. Ma arra kér az Úr, hogy ne rohanj, ne siess, állj meg, keresd az ő közelségét, fogadd el, amerre ő vezet, és légy engedelmesebben. Ebben az új esztendőben tartsunk csendességet minden nap, reggel, mielőtt elindulunk a munkába vagy a feladatainkba, keressük az Isten akaratát, akinek a kezében van a jövő, és aki a világ mindenségnek az ura. Vegyük elő a Bibliát naponként, és megnyitva azt, hangolódjunk rá az Isten hullámhosszára, amelyben megértjük azt, hogy mi az, amit személyesen nekünk akar mondani Isten. Kérd őt hittel, hogy Istenem, kérlek, te szólj hozzám úgy, amint szükségem van rá. Naponta hozunk döntéseket, és döntéshelyzetekbe kerülünk. A mindenható Isten vezetésére és védelmére van szükségünk. Ne csupán a saját eszünkre támaszkodjunk, hanem úgy hozzunk döntéseket, hogy odafigyelünk az Istenre. Olyan jó, hogy van mennyei édesatyánk, akitől ezeket kérhetjük, és eközben ő a fenyegető veszélyektől is kész és képes megvédeni. Vegyük hát komolyan Isten tanácsát, nem sietve, nem futva, hanem Istenre figyelve éljük a mi életünket az új esztendőben is. Legyen így. Amen.